Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Teleki Zoltán rendőrőrnagy, a Karcagi Rendőrkapitányság megbízott vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Gondolom van miről beszámolni az elmúlt időszakból. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket, illetve a kedves riporterhölgyet is. Már lassan ilyen hagyományos megjelenés lesz itt a televízióban a Karcagi Rendőrkapitányság képviseletében. Természetesen mindig lehet újat mondani, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt van. Februárban járt nálunk utoljára egy stúdió beszélgetésen, és ugye akkor is több kérdéskört boncolgattunk. Az egyik ilyen nagyon fontos kérdéskör a betörések elleni védelem volt. Megfogadták-e a lakosok az akkori tanácsait, csökkent-e a betörések száma? Ez ügyben mi a helyzet, miről tud nekünk beszámolni az elmúlt időszakból? Csak jó hírekkel tudok beszámolni. A tavalyi év hasonló időszakához képest 30%-kal csökkent a betöréses lopások száma az illetékességi területünkön. Ez minden településre jellemző, és azt is elmondhatom, hogy a betöréses lopások felderítési mutatója, nyomozás eredményességi mutatója 25%-kal jobb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a lakásbetörések esetében, ahol egy 26%-os csökkenés van az előző év hasonló időszakához képest, és egy 30%-kal jobb nyomozati eredményességet produkált a rendőrkapitányság az első 5 hónapban, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Gratulálunk ehhez az eredményhez. Nyilván a kollégáim munkáját dicséri. Amit el kell mondanom, igen, megfogadják a lakosok a folyamatosan érkező tanácsokat, nagyon sok bejelentés, jelzést kapunk. Az elmúlt héten is a Szabó József utcáról kaptunk bejelentést, miszerint házalók vannak az utcában. A kollégáim azonnal a helyszínre értek, és 5 fő román állampolgárt találtak a környező utcákba, akik kis kaskájukat húzva próbáltak bekéreckedni a házba. Természetesen igazoltatást követően tájékoztattuk őket, hogy az illetékességi területünkön ez egy nem kívánatos cselekmény, amit végeznek, és segítettünk is nekik eljutni a legközelebbi vasútállomásig, ahol a számukra érkező vonat megérkezéséig vigyáztunk is rájuk. Elterjedtek akkor ezek szerint a trükkös tolvajlások, még mindig jelen vannak a városban, ugye? A múltkor fölhívta a figyelmet arra, hogy ne engedjenek be senkit, azonnal értesítsék önt, vagy a rendőrséget. Mennyire lehet kiszorítani ezt a jelenséget? Mennyire kell erre odafigyelni? Úgy gondolom, hogy egyre többet kell ezt kommunikálni, hiszen vannak olyan idősek, akik nem látják a televízió műsort, esetleg nem olvassák azokat az újságokat, ahol megjelenik, és egyre szélesebb fórumon kell propagálnunk ezt a tevékenységet, hogy mindenkihez eljussunk. És úgy gondolom, hogy ennek soha nem lesz vége, de minél többször beszélünk róla, annál kisebb az esélye, hogy ezek az események bekövetkeznek. Betörési fronton mi a mai trend, ha így meg lehet ezt a kérdést fogalmazni? Ha mondjuk van egy betörés, akkor azt karcagiak követik el, vagy a vidékiek a jellemzőbbek inkább, vagy egyházat, lakást törnek fel, vagy akkor többet egyszerre? Tehát mi a mai helyzet? Legtöbbször a saját illetékességi területünkön lévő bűnözők azok, akik a helyi lakásbetöréseket, betöréses lopásokat elkövetik. Tehát akkor nem utaznak ahhoz lusták. Így van, kevés az az utazó jellegű bűnöző. Természetesen átjárások itt az egyes települések között vannak, a szomszéd települések között, de nyilván ismerjük ezt az elkövetői kört, tehát a beazonosításuk így könnyebb. A múltkor beszélgettünk ugye a kert betörésekről, a kert kunyhó fosztogatásokról. Most itt a jó idő, ilyenkor már nagyobb a mozgás a kertekben. Ez elősegíti azt, hogy ilyenkor csökken a kert feltörések száma, vagy nő? Természetes, hogy minél többet kinn vannak a gazdák a kertbe, annál nagyobb biztonságban vannak a vagyontárgyaik, és ez kevesebb alkalmat ad a bűnözőknek arra, hogy a kunyhókat feltörjék. Viszont ugye ilyenkor már indul az a sláger, hogy érik a borsó. Igen, tehát ilyenkor ott már a hagymát föl lehet húzni, és igaz, hogy ezek kisebb súlyú szabálysértések legtöbbször, amiket elkövetnek az elkövetők, de mi próbálunk erre is megfelelően reagálni, hiszen nem tudjuk, hogy hány ilyen szabálysértést követett el a delikvens, és lehetséges, hogy a több cselekménye már bűncselekményi kategóriát merít ki.
Ilyenkor kevesebb a kunyhófeltörés, viszont oda kell figyelnünk a terménylopásra, a zöldség-gyümölcslopásra, aminek a szezonja következik. Évelején itt a körzetünkben, a környékünkön teljesítettek szolgálatot a készenléti rendőrség munkatársai. Akkor ez az akció milyen eredménnyel zárult? Nagyon pozitív eredménye volt a készenléti rendőrség jelenlétének. Ezt számszerűen is ki lehet már mutatni, készültek rá statisztikák, erről azért bővebben nem nyilatkoznék. Azt viszont el kell mondanom, hogy a készenléti rendőrség továbbra is jelen van a területünkön, a mai napon is itt vannak, az elmúlt héten is itt voltak. Két településen a mai nap folyamán is teljesítenek szolgálatot, és folyamatosan igényeljük a készenléti rendőrség megerősítő erőit a területre a nagyobb közterületi jelenlét biztosítása érdekében. Mi történik ilyenkor? Ők mit csinálnak? Természetesen a nagyobb közterületi jelenléttel már eleve a bűnözők mozgása csökken, és az a szűrőigazoltató tevékenység, amit végeznek, még inkább látjuk, hogy kik mozognak éjszaka a területen, annak még inkább van visszatartó hatása. Nem beszélve arról, hogy a tetteneméréseknek a száma az fokozódik, tehát sokkal nagyobb esély van arra, hogy lebukik a bűnöző, hogyha valamilyen jogsértést követel, mint hogyha kevesebb rendőr van jelen a területen. Tehát akkor nem majd lesz megint egy ilyen akció, hanem ez folyamatos, az ő jelenlétük. Így van, ez folyamatos. A legutóbbi beszélgetésünkkor az áramtorvajlásoktól volt hangos, mondhatom azt is, hogy az országos média. Mi a helyzet manapság? Jelenleg nem tudok beszámolni, nem érkeznek ilyen jelzések. Nyilván már itt a jó idő, nem kell fűteni árammal. Igazából már annyi fát sem kell lopni, bár ez a hűvös nyár eleje, ez lehet, hogy még teljesen nem szorította vissza ezt a fajta jogsértést. Jelenleg nincs ilyen jelzésünk, hogy az áramtolvajlása a területen ismételten jelen lenne. Mai stúdió interjúnk egyik apropója, egy városi pletyka gyakorlatilag, lehet így fogalmazni. Elterjedt az a hír, hogy több személyt brutálisan, így lehet fogalmazni, brutálisan megvertek, bántottak az elmúlt időszakban. Mit lehet erről tudnunk, igazak ezek a pletykák? Lehetett olyat is hallani, hogy meghalt az egyikőjük. Valós-e ez a történet? Cáfolni tudom ezeket a híreket. Nem történt semmilyen brutális bántalmazás az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban, sem Karcag városában, sem az illetékességi területünkön. Amit el kell mondani, az mindenképpen az, hogy az első 5 hónapban 21 élet és testi épség elleni bűncselekmény történt a Karcagi Rendőrkapitányság illetékességi területén, szemben az előző évi 44 darabbal. Hát, hogy ugye ezt, hogy értsék a nézők, ez nem csak Karcag. Ez tehát nem az csak illetékességi Karcag, területhez a környező települések így van, is ide ebbe tartoznak. Kunhegyes, Kunmadaras, Berekfürdő, Kenderes, Bánhalma és Karcag tartozik bele, tehát hogyha leosztom ezt a 21 esetet, az első 5 hónapra erre a 6 településre, akkor szinte havi egy ilyen esetről beszélhetünk településenként. Az előző év ugyanezen időszakában 44, 2011-ben 48 és 2010-ben 45 ilyen eset volt, tehát azt lehet mondani, hogy egy 50%-os csökkenés van a testi épség elleni bűncselekmények elkövetésében. Természetesen az elmúlt egy hónapban viszont történt két olyan esemény Karcagváros területén, ami joggal felháboríthatja az itt lakókat. Az egyik az május 12-én hajnal 4:30-kor kapott a rendőrség bejelentést, miszerint a Karcag kisújszállási úton a gabonaipar előtt ti útszakaszon egy kerékpárost ellöktek, és ő vérzik. A kollégáim nagy erőkkel a helyszínre vonultak, ahol ott találták a sértettet, aki hát igen ittas állapotban volt, elsődlegesen meghallgatni sem lehetett. Őt beszállították a mentők a kórházba. Az elsődleges meghallgatása során annyit tudtunk meg, hogy a kerékpárral közlekedve egy 4 vagy 5 fős társaság jött vele szembe, és amikor ő elhaladt mellettük, akkor valaki meglökte, ő átesett a kerékpáron, orra esett, az orrát beütötte, az arcát megütötte, ez a társaság pedig elszaladt, bántalmazni nem bántalmazták, semmilyen értékét nem vették el. A délelőtt folyamán az újbóli kihallgatása során, amikor már az ittassága megszűnt, akkor egy egészen más történetet adott elő.
illetve az egy héttel későbbi meghallgatása során már kiderült, hogy a kerékpáron ült az ő elmondása szerint. Most ezt, hogy miért nem merte korábban elmondani, és akkor már nem is négy, hanem öt főről beszélt, míg az elsődleges meghallgatása során azt mondta, hogy a négy főből három kerékpárt tolt és egy meg gyalogosan jött, később azt mondta, hogy már jobban emlékszik, csak egy fő tolt kerékpárt és négy pedig gyalogosan ment. Igazán értékelhető személyleírást az elkövetőkről sajnos a sértett nem tudott adni, illetve az ő telefonhívására, segítségére siető barátja sem tudott, nem találkozott senkivel, és semmilyen érdemleges információval nem tudtak szolgálni. A nagy erőkkel végrehajtott elsődleges intézkedések nem vezettek az elkövetők nyomára, jelenleg a büntetőeljárás folyamatban van az ügyben. Ezen esetet követően 10 nap múlva, május 22-én, 16 óra 40 perc körüli időben kaptunk jelzést az Országos Mentőszolgálattól, miszerint a Kisújszállás és Hunyadi út kereszteződésében egy idős férfit bántottak, aki eszméletét vesztette. A kollégáim a helyszínre érkeztek, azonnal az elkövető felkutatására indultak, volt egy szemtanunk, akit beültettek a kocsiba, nagy erőkkel megkezdődtek az elsődleges intézkedések, azt meg tudtuk állapítani, hogy az idős bácsi a városközpont felé tartott, miközben valószínűleg megelőzött két másik kerékpáros fiatalembert, valamilyen szóváltás alakult ki köztük, és a két fiatalember utána ment kerékpárra, és amikor utolérték, meglökték a biciklén, aminek hatására a bácsi elesett és beütötte a fejét. Sajnos ő eszméletét vesztette az esés következtében, nem a bántalmazás következtében, és aznap nem is volt kihallgatható állapotban. Amikor kihallgatni tudtuk, azon kívül, hogy ő a kertben volt, semmire nem emlékezett, arról sem tudott, hogy őt bántalmazták, hogy őt ellökték, illetve az a szemtanunk, akit akkor ott föltalálni sikerült, semmilyen olyan személyleírás nem tudott adni az elkövetőkről, ami alapján beazonosíthattuk volna, annak ellenére, hogy egészen majdnem másnap reggelig nagy erőkkel próbáltuk feltalálni az elkövetőket. El tudom mondani, hogy mind a két sértettet a kórházból hazaengedték, a felépülésük folyamatban van. Tehát akkor nem halt meg senki. Senki nem halt meg, nem történt brutális bántalmazás. Természetes, hogy joggal háborítja föl a város lakosságát egy ilyen esemény. Minden rendelkezésünkre álló eszközt megragadtunk ezidáig az elkövetők felkutatása érdekében. Ami ezidáig nem vezetett eredményre, természetesen minden további eszköz meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy felkutassuk az elkövetőket, és itt kérném a televízió nézők segítségét az elkövetők felkutatása érdekében. Kérném azt, hogy aki május 12-én a hajnali órákban, a Kisújszállási úton, esetleg a Kisföldek felé menet, látta a négy vagy öt fős társaságot, aki az első kerékpárosunkat ellökte, és esetleg valamilyen információval tud szolgálni, az jelentkezzen a rendőrkapitányságon, hívja a 107-es segélyhívószámot, illetve a második esetben, amennyiben olyan tanú volt, aki látta május 22-én, hogy az idős bácsi hogy esett el, esetleg ellökték, és valamilyen információval tud szolgálni, őt is kérnénk, hogy jelentkezzen, természetesen az adataik zárt kezelése megtörténik, és próbáljuk meg együtt felkutatni ezeket az elkövetőket és felderíteni, és nagyon megköszönöm a lakosság ilyen irányú jelzését. Mennyire szokott egyébként a lakosság segíteni ilyen esetekben? Segítőkész a lakosság. Természetesen vannak, akik... Mert ugye mindenki fél attól, hogy hát majd utána lehet, hogy engem megfenyegetnek. Tehát abszolút van arra lehetőség, hogy mondjuk ha én például látok valamit, és... ugye állampolgári kötelességem elvileg, hogy információval szolgáljak, vagy segítsek, akkor hogy mennyire tudok én inkognitóban maradni az ügyel kapcsolatban? Van-e arra lehetőség? Természetesen van lehetőség, az ártan kezelése a tanúk adatainak meg fog történni. És, tehát akkor nem kell szembesítésen És nem venni. Kell szembesítésen részt venni. Úgy gondolom, hogy fokoztuk azóta annak a területnek az ellenőrzését, tehát mindent megteszünk és meg fogunk tenni, hogy az elkövetők nyomára jussunk. Elképzelhető-e, hogy a két esetben, amennyiben beigazolódik az, hogy mondjuk az első sértettet is ellökték hajnalban, hogy ugyanazon társaságnak a tagjai lehetnek? Mert ugye ez, hogy föllökték mind a két sértettet, ez olyan hasonló dologra mutat. Az első esetben én úgy gondolom, hogy
csak úgynevezett Brahiból ez a társaság lehet, hogy nem is szándékosan meg olyan nagy lökést akart, csak esetleg egy picit nagyobbra sikerült. A másodiknál viszont olyan információink vannak, hogy egy szóváltás előzte meg ezt az egész eseményt. Tehát akkor, ahogy önök fogalmaznak, nem ugyanaz az elkövetési mód. Nem gondolom, hogy ugyanaz az elkövetési mód. Természetesen nem lehet kizárni, ezt majd akkor lehetne teljességgel kizárni, hogyha az elkövetők mind a két esetben meglesznek. Azt el kell mondani, hogy a nagy erőkkel végzett elsődleges intézkedések során az első esetet követően más bűncselekmények elkövetőit sikerült földeríteni. Akiket őrizetbe vettünk és jelenleg előzetes letartóztatásban vannak, mivel próbáltunk minden olyan szóba jöhető csoportot ellenőrzés alá vonni, akik korábban követtek el hasonló jellegű bűncselekményt. Jelenleg ezek az erőfeszítéseink még nem vezettek eredményre, természetesen csak időkérdése, úgy gondolom, hogy ez eredményt hozzon. Viszont el kell mondani, hogy más vagyon elleni bűncselekmények elkövetőit is földerítettük ez alatt az időszak alatt, és most ismét azt tudom elmondani, hogy január 1-től az elmúlt hétvégéig 65 fő őrizetbevétele történt meg a karcagi rendőrkapitányság illetékességi területén. Gratulálunk ehhez is, ez is nagyon szép szám. Milyen most a közbiztonság Karcagon, hogyan ítéli meg? Úgy gondolom, hogy a közbiztonságról nem nekem kell nyilatkozni, hanem az itt élőknek. Akkor úgy kérdezem, ön hogyan látja, elégedette? Én úgy gondolom, hogy javuló tendencia figyelhető meg. A statisztikák ezt mutatják, de mindenképp meg kell említeni, hogy egy-egy ilyen eset, például, hogy a kerékpárral ellökték az idős bácsit, meglökték, elesett, vagy csak felé ütöttek és ennek hatására esett el, mert még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán megütötték-e vagy meglökték-e. Ez azért nagyon negatívan befolyásolja az itt lakók szubjektív biztonságérzetét, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetőit felderítsük. A statisztikai számadatok azok egy pozitív tendenciát mutatnak, mind a bűncselekmények számának a csökkenése, egy elég markáns csökkenés következett be, mind a nyomozati eredményesség vonatkozásában viszont egy pozitív előjelű változás figyelhető meg, de természetesen ehhez hozzá kell tenni, hogy akinek a sérelmére elkövetnek bűncselekményt, és esetleg az nem térül meg, vagy nem sikerül elfogni az elkövetőt, ő nem érzi magát úgy biztonságba. De el tudom mondani, hogy az elmúlt hétvégén is a fokozott ellenőrzés keretében Karcag városában két kerékpár tolvajt sikerült tetten érni, miközben még náluk volt az ellopott kerékpár. Az egyiket egy lakóház udvaráról vitték el, ahol nyitva volt a kapu este, és itt kérnék mindenkit a vagyonbiztonság érdekében, hogy zárják be a kaput. A másik pedig ismét egy üzlet előtt egy lezárt, hátsó kerékkel lezárt kerékpárt vitt az elkövető, miközben a kollégáim tetten érték, ami jó, hogy mind a két kerékpárt vissza tudtuk adni a sértetteknek. Annak ellenére, hogy az egyik elkövető azt mondta, hogy ő nem lopta el ezt a biciklit, ami a kezébe van. Az övé volt valószínűleg. Júliustól, hogyha jól emlékszem, júliustól változnak bizonyos büntetési tételek családon belüli erőszak kapcsán is. Karcagon ez mennyire jellemző? Családon belüli erőszak jelen van a területünkön. Természetesen ilyenkor legelőször is mindig az ideiglenesen megelőző távoltartás intézményét vizsgálja a rendőrség, és hogyha valamilyen bűncselekmény történik ennek kapcsán, súlyos testi sértés, könnyű testi sértés, ami nyilván magánindítványra büntetendő, és ugye a bíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmény, vagy egyéb más kényszerítés, személyszabadság megsértése büntett, akkor a rendőrség hivatalból folytatja az eljárást. Úgy gondolom, hogy az a gazdasági helyzet is generálja, ami jelenleg egyes régiókban jelen van, a kevesebb munkalehetőség generálja, a családon belül feszültségek nem úgy oldódnak meg, ahogy korábban, és elég. Tehát ha azt kell mondanom, ebben viszont van egy növekedés, úgy gondolom, egy minimális az előző évhez képest a családon belüli erőszakban. Nyilván nem úgy beszélik meg a családtagok a problémákat, ahogy korábban. Június van, utolsó hétvégén Birkafőző Fesztivál. Hogyan készülnek a rendezvényre? A rendőrség készül a Birkafőző Fesztiválra, már csak azért is, hiszen a rendőrök is főznek birkát.
A biztosításra a tervek már készülnek, ahogy az előző évben is. Természetesen megvoltak az egyeztetések ütemezetten, ahol a rendőrség ugyanúgy bevonásra került a szervezőbizottság által, mint a többi társhatóság, és a továbbiakban is még a maradék egyeztetés, ami hátra van a birkafőzéig, ott is jelen leszünk, és hát garantálni fogjuk a szép és nemes szórakozást, illetve ezt a nemes fesztiválnak a lebonyolítását. Így legyen, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, további jó munkát, jó felderítéseket, eredményeket kívánunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, Én hogy is itt köszönöm volt. Szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.